A Hitélet mai műsorában a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye eseményére látogatunk. Közös ünnepi szentmisével nyitották meg az új tanévet a Munkácsi Római Katolikus Tanintézmények. Két magyar tannyelvű, a római katolikus vallás elvei szerint nevelő oktatási intézmény működik. A Munkácsi Szent István Líceum és a Munkácsi Szent József óvoda létrehozását a római katolikus egyház kezdeményezte, s mai napig elhivatott a gyermekek lelki épülésének vezetésében. Az intézmények idén közös ünnepi szentmisével kezdték az új tanévet. A templomi szertartást Majnek Jenő Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke celebrálta. Az első gondolatunk igazából az volt, még 25-30 éve, hogy a szegény gyerekeknek az iskolázását segítsük. Így indultak el például az óvodáink. De nagy volt az érdeklődés. Sok helyen, egyre több helyen az ukrán szülők is iratták be és iratják be gyerekeiket a magyar óvodába, illetve ide a líceumba. Nagyon izgalmas ez a kérdés, igazából az egész világon. Hallottam Amerikában is, egy ferences iskolában ezt a választ, ugyanezt hallottam Franciaországban, Németországban is, hogy egyre nagyobb az igény a keresztény iskolák után, egyre többen jelentkeznek. Érdekes, éppen azokban az országokban, amelyek a leggazdagabbnak látszanak, mégis az állami iskolák színvonala, nem csak tudományos szempontból, oktatási szempontból, de erkölcsileg is süllyed sok helyen. És ezért ebben bizakodnak a jó szülők, hogy hát ha a keresztény, illetve katolikus iskolába a gyereküket megnevelik és kapnak egy jó alapozást. Bár rögtön hozzáteszem, ez szülői támogatás nélkül nagyon nehezen megy. Intézményünk van. Óvodákból, ha jól emlékszem, 10 volt, de az idén már 1-2-be fog indulni abból az épülő 5-ből. Aztán általános iskolánk nincs, de elindítottunk a Felső-Tisza-vidéken már régen ukrán osztályt az állami iskolán belül. Azok között például a Huszti és a Rahói, nem régen a Körösmezői, önálló magyar iskolává vált, bár állami iskola. Aztán volt még ilyen próbálkozásunk néhány helyen ott a Felső-Tisza-vidéken, hogy az ukrán iskolán belül indítottunk magyar osztályt, nem mind maradt meg. Aztán volt olyan is, hogy fakultatív oktatás volt az ukrán iskolán belül, magyar tanultak a gyermekeink. Most úgy hallom, hogy többnyire felnőttek szeretnek tanulni magyarul, szinte mindenhol Kárpátalján. Vannak középiskolai kollégiumaink, itt Munkácson, aztán van még egyetemi kollégiumunk Ungváron 2, és Beregszászon is 2. Annak ellenére, hogy a nyelvtörvény fenyegeti az összes magyar iskolának a létét itt Kárpátalján, mégis reménykedünk abban, hogy az imáink, illetve a politikusaink el fogják érni azt, hogy megmaradhasson ez, hiszen a szovjet időben már működtek ezek, régen a Csehszlovákia idején is ezek a magyar iskolák, és most reméljük, hogy ez az új kormány, új vezető, ez meg fogja hagyni a létét és megengedi a működését.
ahogy a mai évnyitó szentmisében is mondtam, a teljes igazságot kell tanítani, és ettől nem szabad félni. Most, hogy Nyugat-Európában, ahol tényleg egy ilyen szabadságot korlátozó szemlélet indul el, hogy már rendesen élni a házasságot és a családot lassan már veszélyes lesz, megvédeni az igazságot, és nem hagyni ezt támadni, és ez persze nem csak mi papok vagy püspökök, hanem a szülők is kell, hogy támogassák. Éppen Ukrajnában nagyon szép kezdeményezéseket látok, Magyarországon ugye ez már régen elkezdődött, de most itt nálunk is, akár Munkácson, Ungváron, azóta hallottam több ukrajnai nagyvárosban, az élet menete indult el, tehát az emberek, a hívő emberek kiállnak az egész élet védelméért, a magzatoktól kezdve az öreg emberekig, tehát az abortusz ellen és az eutanázia bevezetés ellen. Nekünk itt most a házasság és a család szentségének évében külön feladat, hogy ne csak imádkozzunk ezért, dolgozunk ezen, hogy megmaradjunk. És a megmaradáshoz szükséges a legelső parancsolatot is tanítani, és az emberek, a szülők fejébe ezt újra helyezni és megerősíteni, hogy az Úristen akarata az emberrel, hogy szép házasságban, szeretetben éljen, és elfogadja szerelmük természetes gyümölcsét, a következő gyermeket, és így fognak boldogulni, mint ahogy azok a sok gyermekes családok itt Kárpátalján is, bárhol ismerek ilyeneket. Most is nem régen voltam egy búcsúba, és ott már előre szólt egy 5 gyerekes családapa, hogy majd ősszel valamikor meg fognak hívni 6. gyereket keresztelni. Tehát én ezt ugye már vagy 20 éve elkezdtem, különben a Kamenec Podolszky ferences püspökön biztatására, aki minden 5. gyerek megkeresztelésére elment, fél Ukrajna volt akkor az ő egyház megyéje, akár a Krimbe is, akár Zaporozséba is. És ezen úgy felbuzdultam, hogy én mondom, nálunk kicsi a terület, én már minden 4. gyerek keresztelésére is szívesen elmegyek. Azóta körülbelül 80 gyerek keresztelését végezhettem én itt Kárpátalján. Szent József óvodát nemrégiben alakították ki az óvodafejlesztési program keretében a Szent Márton Karitász közreműködésével, így a helyi római katolikus vallású gyermekek a tanévet már az otthonos, kényelmes óvodában kezdhették. A római katolikus egyház az elmúlt 20 évben, vagy még előtte is, mindig is fontosnak tartott minden olyan területen segíteni, ahol igény mutatkozott. És még a Szovjetunió szétesése utáni években akkor nagyon sok óvoda szűnt meg, és üresen állt nagyon sok épület, és több helyen, Kárpátalján odaadták azt az épületet abból a célból, hogy ha az egyház az helyrehozza, akkor ott közös erővel óvodát tudunk nyitni. Így létrejött 10 óvoda, a munkácsi, ez a 11. lesz, amit a Római Katolikus Egyház jóvoltából, vagy közreműködésével hoztunk létre, és a legtöbb helyen azért az önkormányzattal együttműködve szoktuk kialakítani az óvodának a működését. Így történt ez Munkácson is. Hogy miért tartjuk jónak azt, hogy óvodába járó, tehát hogy óvodákat hozzunk létre? Azért, mert egyrészt a szülőknek lehetőséget adunk, hogy dolgozhassanak, hogy segítsünk a gyerekek nevelésében, és fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyerekek egyházi nevelésben
a magyarságtudat nevelésben részesüljenek. És hogyha van rá, ugyan mink a semmiből hogyha valakik adnak, valamilyen programban tudunk részt venni, amely ilyen célokat támogat, és van rá kapacitásunk, akkor részt veszünk ilyen programokban. És az a Munkácsi Óvoda és egy ilyen óvodafejlesztői programnak köszönhetően jött létre. Nekünk a fejünkben megvolt az ötlet, és pont kapóra jött, hogy hallottuk ezt a lehetőséget, és hála jó Istennek, hogy sikerült benne részt venni, nyerni, és 3 év alatt fel is építeni ezt az épületet. A Szent József óvoda 2019. januárjában nyitotta meg kapuit a kicsik előtt. Az új tanévben 50 gyermek számára 3 csoportban indul a nevelői munka. Az óvodások a Szent Mise után vidám versekkel, dalokkal köszöntötték a tanévet. Ez a mai nap, ez különösen számunkra egy rendkívül nagy ünnep volt. Ugye a szeptember 1-e tanévnyitó napja az mindig mindenkinek egy különös nap, de nekünk különösen, mert ez először történt meg ez a mi óvodánkban. Gondolom, hogy ez is nagy öröm volt számunkra, hogy a mai tanévnyitót a Szent Misén, a Katolikus Egyházunk templomába tudtuk elkezdeni, és a gyerekek olyan kitartással végig kitartóan ültek, hallgatták a Szent Misét, megkaptuk az áldást, és ez nagyon jó hatást keltett ránk, pedagógusokra, szülőkre, gyerekekre, úgyhogy ez különösen egy nagy nap, egy öröm számunkra, hogy ezt megélhettük. És hát sokat várunk, sok reménységgel vagyunk tele, hiszünk, bízunk abba, hogyha az országunk oktatási minisztériumába is alakulások, változások, újítások lesznek, hogy ez fogja a mi érdekeinket is képviselni, a nemzeti kisebbségek érdekeit, nem csak az egész ország érdekeit. Ezért összehívta a szolgáikat, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Tanévnyitó ünnepi szentmisén elhangzott a talentumok példázata, amely különös jelentőséggel bír a diákok szorgalmát illetően. A nagymúltra visszatekintő Munkácsi Szent István Líceum tanulói sokat tanulhattak ebből a bibliai történetből. Munkácsi Szent István Líceum, amely korábban a Munkácsi Magyar Tannyelvű Líceum néven futott, 2004-től lettünk Szent István Líceum, 2001-ben nyitotta meg kapuit, Kárpátalja általános iskolát végzett diákjai számára kezdetén, 3 évesek voltunk, 10-11. És 12. osztály volt, majd az oktatási törvény változása miatt 8. osztálytól indítjuk iskolánkat, kezdetektől kezdve emelt óraszámba tanítjuk az idegen nyelvet, azaz az angolt és a németet, és a számítástechnikát. Ez nagyon jó, nagyon sok gyerek szeretné ezt folytatni, és nagyon szép eredményeket érünk el e téren. Lehetősége van diákjainknak az emelt szintű B1, B2 nemzetközileg elismert angol tanúsítvány megszerzésére is, mert közös szerződést kötöttünk a nyelviskolával, az angol nyelviskolával, akik ezt tovább viszik, hogy gyerekeinket felkészítik erre a vizsgára. Természetesen ez a gyerekeknek teljesen ingyenes, megpályázzuk ezt. 2001-ben, mikor megnyíltunk, önfenntartó alapon jegyzett be minket az önkormányzat, majd 2004-től bizonyos mértékben a pedagógusok órabérét támogatta, majd ez ismét megszűnt, és most 2019. január 1-től ismét az új oktatási törvény értelmében a magániskolákat is finanszírozzák, szintén a kötelező óraszám szerint órákat. Thank you.
iskolánk tulajdonképpen nem nagy, pillanatnyilag 62 diákunk van, az engedély 75-re van, reméljük, hogy 75-ig fogunk bővülni, egyelőre így vagyunk, ennek is örülünk, hiszen tudjuk azt, hogy az egész vonalon gyerekhiány, magyar gyerekhiány van, sőt azt nagyon is erősen tapasztaljuk, de azt is tapasztaljuk, hogy egyre több olyan ukrán iskolás gyerek szeretne hozzánk átjönni, aki vagy vegyes házasságból van, tehát a konyha nyelvet beszéli, vagy egyáltalán nem tanulja a nyelviskolákban a magyar nyelvet, és itt szeretne tovább tanulni. Hát ebből nem csinálunk nagy rendszert, de azért minden osztályban van 2-3 olyan diákunk, aki bizony felzárkóztatást igényel magyar nyelvből. Úgy szintén felzárkóztatást igényelnek a vidéki gyerekek ukrán nyelvből is. Gyerekeink nagyon rendes gyerekek, felvételivel kerülnek be. Igyekszünk a gyerekeknek lehetőséget biztosítani arra, hogy ha még gyengébben is tanulnak, gyengébb eredménnyel is jönnek, és ha itt szorgalmas és akar a gyerek, akkor be tudja fejezni az iskolát. Nagyon sok gyerekünk megy felvételizni, most is a 14-ből 3 diák az, aki nem ugrotta meg az emelt szintű érettségét ukránból, ezért itt nem tudott elhelyezkedni, de a többi mindegyik tovább tanul, hol az Ungvári Egyetemen, a Beregszázi Főiskolán, illetve Magyarországon. Liceumunkban elsősorban ugye a nevelés, ami nagyon lényeges, hiszen Szent István szellemiségét, hitét szeretnénk tovább vinni, na és hát természetesen az evangélium tanítása szerint neveljük diákjainkat, ez a célunk, hiszen egyházi iskolának számítunk, ugye ez a lényeg. A diákjaink számára az első fél évben mindenkinek külön lelki gyakorlatot tartunk minden osztálynak, külön-külön, és a második fél évben pedig egy közös lelki gyakorlatuk van a Szinyelki Lelki Gyakorlatos Házban. Már az újonnan felvett diákok augusztus 23-25 között egy gólyatáborban vettek részt Benében, és itt is már ez azért jó, mert megismerik egymást, az osztályfőnököt, és már nem mint idegenek jönnek ide hozzánk. Tehát általában azt látjuk, hogy az idősebb diákok nagy szeretettel fogadják és segítik a kisebbeket. Eleinte, mikor 8-at nyitottunk, voltak fenntartásaink, de hála Istennek ez elmúlt. Ezen kívül ugye közös szentmisén vesznek részt a gyerekek. Egyszer egy héten hittanóráink vannak minden osztály számára. Tehát mi igyekszünk azt, hogy a gyerekek a lelki élete azért egyensúlyban legyen, és hát azt szeretnénk, hogy a gyerekek tényleg igaz hitű emberek legyenek, kikerülve a világba, palíroztassák azt a nevelést, azt a tudományt, amit itt kapnak, és hogy hasznos polgárai legyenek az országnak, meg hát ahová már kerülnek. Igyekszünk megfelelni a minisztériumi követelményeknek, és meg hát mindennek, ami szükséges, mert ugye a gyerekeket fel kell készíteni esetleg az itteni tanulásra is, az ukrajnai tanulásra is, tehát igyekszünk Magyarország felé is, meg hát Ukrajna felé is, és hát itt mondanám meg, hogy tényleg óriási segítség az, amit a határon túli kormány ad nekünk, tehát a magyar kormány ad nekünk, hiszen nélkülük létezni se tudnánk, és tényleg egy fantasztikus dolog az, hogy ennyire felvállalják ezeket a magániskolákat, hiszen nélkülük nem tudnánk létezni. És tényleg mindent, amit kérünk, lehetőség szerint biztosítanak számunkra. Igyekszünk is a gyerekeknek mindent nyújtani, jól érezzék itt magukat, megfelelő szintű oktatást kapjanak. Ezért vagyunk. Annyira tulajdonképpen nem érezzük azokat a megkötöttségeket egyelőre még, sőt annak is örülünk, hogy ismét támogatnak minket, tehát remélhetőleg nem fog rajtunk csattani az ostor a továbbiakban sem, hiszen magániskola lévén azért egy kicsit más helyzetben vagyunk, mint a többiek. Én gondolom, hogy azért minden a legnagyobb rendben lesz a Jóisten segítségével, és hát eddig azt tapasztaltuk, hogy segített, mindig mellettünk volt, és gondolom ez a továbbiakban is így lesz. Tesszük a dolgunkat, a pedagógus szakma az ugye nem annyira munka, mint hivatás, és ha a pedagógus érzi a hivatását, érzi, hogy hivatás tudata van, és teszi ezt, és szereti a gyerekeket, akkor probléma nem lehet. Isten, neked ajánljuk áldozatunkat, szentelje meg a szeretet tűzével a Szentlélek, aki szent fiat tanítványainak a szívét is lángra lobbantotta, Krisztus a mi úrunk által.
Két magyar tannyelvű intézmény mély hittel néz az új tanév kihívásai elé. A tanulás, oktatás mellett az eddigiekhez hasonlóan a gyermekek lelki feltöltésére is nagy hangsúlyt fektet, hiszen a fiatalokkal megtanítják. Az Istentől kapott talentumaikat úgy kell befektetniük, hogy a mindenható még többet bízzon rájuk ezután.